Sziasztok, ez itt Petruska, és a mai adásban a Rotosound akusztikus húrokról fogunk beszélgetni. Hogyha keresek valamilyen olyan eszközt, ami a zene megvalósításához szükséges, legyen ilyen a hangszer, vagy egy effektpedál, vagy a húrok, akkor általában én akkor érzem, hogy valamit találtam, amikor valami kommunikáció létrejön az eszköz és az ötletem között. Tehát nem az a cél, hogy a már a fejemben meglévő ötleteket így bele szuszakoljam és beleerőszakoljam a hangszerbe, hanem az a cél, hogy valami oda-vissza kapcsolat létrejöjjön. És hogyha ez megtörténik, ez a meglepetés létrejön, akkor azt általában érzem a játékomon, hogy valami itt változik, és mi történt? Erről nem én döntöttem, hanem a húr. Konkrétan a húrokkal kapcsolatban a legfontosabb számomra a komfortérzet, hogy mennyire kényelmesen játszom rajta, mennyire érzem otthon magam a gitárom nyakán. Ez talán a legfontosabb. A második az a hangzás, a húrnak a hangszíne. Én általában itt a hajlamos vagyok arra, hogy a mélyebb tónusú húrkészleteket keressem, mert egész egyszerűen, ha a basszusban van meg, szó szerint ezt is jelenti a szó, az alapja az egész zenének, könnyebben megtalálom a groove-ot, jobban rá tudok ülni, akár hogyha az énekemet kísérem, akár hogyha instrumentálisan játszom. Viszont üdítő kivétel tud lenni, amikor egy jó magasa is van egy húrkészletnek, mert a mélyre fókuszálásra nagyon könnyű beleesni ebbe a hibába, hogy tök jó, megvan az alap, de akkor nagyon kell küzdenem a magasokkal, hogy tudjam artikulálni rendesen a hangokat. Tehát ez egy nagyon szubjektív dolog, azt gondolom, de ez olyan, mint a keverés lényegében, hogy legyen meg minden tartomány, és ízlésesen megszólaljon. És hogy itt egyfelől a keverőpult az maga a húrokban lévő hangtartomány, illetve az állítási lehetőség, illetve amivel állítom, az konkrétan a kezem. És kérdés, hogy a kezemmel lazán, könnyedén kijönnek ezek a dolgok, vagy meg kell küzdenem. És van, amikor egyik irány működik, és akkor mondjuk a mélyeket kell tolnom, viszont a magas működik, és van, amikor ez fordítva van. Hú, őszintén szóval fogalmam sincs, hogy hány gitárom van, tehát nem számoltam meg őket, és nagyon sok gitárom van kölcsön, van jó pár akusztikus gitárom, ő az, akit viszek koncertre. Ennél fogva ezen a gitáron gyakorlatilag koncertről koncertre cserélem a húrokat, és gyakorlatilag egy koncert alatt az el is használódik, leizzadom, vagy a pára, ami ott egy klubban van. Gyakorlatilag ezt a gitárt még nem nagyon láttam friss húrokkal, mert két szám után már más, meg eleve bedugva színpadon elektronikusan teljesen más hang jön ki a hangszerből. Viszont azok a gitárok, amiket stúdiózáshoz használok, vagy otthon használok, arra többnyire tartós húrokat szoktam rakni, és ha valamit tanultam az utóbbi években, akkor az, hogy a tartós húrokkal kapcsolatos fenntartásaim igazából nem feltétlenül jogosak. Mert az egy nagyon jó érzés, hogy ha már említettem itt a komfortérzetet a húrokkal kapcsolatban, hogy hónapokra megmarad ugyanaz az érzet, mint ha új húr lenne, és a hangról is ez többnyire elmondható. Úgyhogy igen, talán az egy fontos szempont még visszatérve a beszélgetés elejére, hogy amennyiben nem napi vagy heti szinten cserélek egy húrt, akkor ezért fontos, hogy ez mennyire tartós. És hát itt az elmúlt évek eseményei azért erőteljesen a tartós húrok irányába vitték az érdeklődésemet. Alapvetően kísérletezőnek tartom magamat, tehát nagyon nyitott vagyok minden lehetőségre. Tehát, hogyha egy-egy húrkészletről megkérdezik a véleményemet, vagy esetleg megkínálnak vele, akkor ugrom azonnal, és kíváncsi vagyok, hogy miként lehet tágítani a lehetőségeket.
de bevallom, hogy ebben nagyon sokszor a kényelmes utat választom. Tehát különösen akkor, ha tényleg egy ilyen gyakori húrozásról van szó, akkor a régbe vált márka az, amit használok, és hadd szóljon. És ez egyébként egy érdekes dolog, mert sokszor szerintem hajlamos az ember beleragadni abba, hogy ó, ez működött 10 éve, de közben megváltozik az egész technológia, megváltozik az ember keze, megváltozik a játékérzet, és miért ne lehetne ez az eszközt is megváltoztatni. Ami most a gitáron van, az a True Bronze nevű széria. Nekem egy 12-es húrkészlet van, én ezt használom ezen a gitáron. Nagyon sokszor látom azt, hogy 11-es szólal, meg igazán könnyebb rajta játszani, mondjuk főleg aki elektromosról akusztikusra vált, nagyon sok a kezében a 11-es az jobban szól. 12-esnek viszont konkrétabb a hangindítása, hangosabb. Én ehhez szoktam hozzá az elmúlt években. Ami nekem akusztikus gitárnál mindig egy nagy dilemma, ez a bronz, foszfor, bronz kérdés. Ugye a bronz egy mattabb, melegebb hangzás, a foszfor bronzban meg van egy olyan magas, amit a bronz után olyan jól esik mindig hallani. Úgyhogy hát most ezt a dilemmát ezennel megnyitom újra. Nincsen eddig konkrét álláspontom, ezt 12 éve folyamatosan váltogatom, hogy bronz vagy foszfor bronz. Nézzük, hogy mit tud a Rotosound True Bronze. Hát, mit tudom én... Kápós történetet. Nagyon tetszik a középtartomány. Nagyon kis konkrét a... Említettem ugye a mélyet meg a magasat, de hogy ebben a húrban most nekem, ami kifejezetten hangos, az... Ez a közép, ez ugye emlékeztet kicsit az ilyen parlor gitároknak a hangjára. Nagyon jó, konkrét az egész. Az, hogy én a vastagabb húrokat kedvelem, ott biztos, hogy nagy szerepe van annak, hogy énekes vagyok. És ugye plus fingerstyle gitáros, tehát, hogy ami itt halk, az itt fönt megy az ordibálás, és hogyha itt megy egy valamilyen ilyen nagyobb energiát igénylő helyzet, automatikusan a kéz is hozná ezt, tehát nagyon nehéz függetleníteni, és akkor persze jobb, hogy akkor úgy jobban bele lehet kapaszkodni, de fontosabb, főleg ebben az újabb engetős játékban ez a
hogy konkrét legyen a hang. Tehát mondjuk egy vékonyabb húr, az inkább mondjuk egy pengetős játékra, inkább egy akkordozásra alkalmasabb. Ez nagyon tetszik. Ez is annyira érdekes, hogy ezért buzdítok mindenkit arra, hogy kísérletezzem, mert nekem ez egy a megszokott, mert ez egy picit mattabb, de ez a fajta mattság ilyen tök más hoz ki, tehát hogy jól esik a meglepetés. Tehát igazából szerintem amit nagyon font, vagy ami számomra fontos, és keresem minden egyes induló évadnál azt, hogy azt érezzem, hogy új vagyok a saját zenekaromban. És sokszor egy húr váltás, egy teljesen más műfajba tartozó húr az tudja hozni ezt az érzést. Nagyon tetszik ez a kalapáló magas, hogy nem ilyen éles, hanem inkább több benne a középtartomány. Kicsit olyan, mintha már le lenne maszterelve a húr, tehát úgy össze van nyomva így, de jó értelemben. Hát oké, akkor nézzük a Phosphor Bronze-t. Azt még szerintem tök fontos elmondani a True Bronze-ról, hogy ritkán tiszta húr. Tehát, hogy nagyon könnyen beállt, és nagyon szép, nagyon tiszta volt az egész intonáció. Megmondom őszintén, nekem egy ritka jó találkozás volt. Ellenben itt a következő versenyző a Bronze Phosphor Bronze kérdésben, akkor most a Phosphor Bronze, a Jumbo King nevű húr, és hopp, fel is került a gitárra. És ahogyan a Phosphor Bronze Bronze dilemmában a Phosphor Bronze-ról általában elmondható, ennek jóval több a magasa. Nekem személy szerint most azért hajlik még mindig egy picit a mérleg a sima bronz irányába, mert az volt a meglepetés számomra. Tehát mindig ugye ami nincsen, az izgalmas. Ezt a világot én személy szerint jobban ismerem. De ami nagyon tetszik, és hasonló érzés volt a másik húrnál, és hogy van egy ilyen nagyon konkrét indítása a húroknak, és azt érzem, hogy a kezemnek kevésbé kell dolgozni ezen, mert én szeretem ezt a fajta konkrét indítást. Ja, nézzük meg ugyanazokat a dalokat. Igen, érdekes, hogy ezt játszani ezen konkrétan tényleg egy zenekari kiosztást négy újra és egy gitárra kevesebb küzdés árán jönnek ki a hangok, tehát érdekes tapasztalás. Nézzük meg ugyanezt felkápózva. Igen, ami egy érdekes dolog, és ezt többször már fával kapcsolatban is tapasztaltam, ezt a nagyon mat vagy a nagyon színes dilemmát, hogy van, amikor jobban működik a mat, mert olyan, mintha
ha a kevesebb választási lehetőség egy picit stabilabb játékot biztosítana. Viszont a nagyon színes, nagyon széles hangtartománnyal rendelkező eszköznél meg valahogy nagyobb felelősség is van abban, hogy hogyan formálom a hangot. Szóval ez mindig egy ilyen kétélű fegyver. Ennél azt érzem, hogy szélesebb a spektrum. És mit tud sikálláskor? Igen, itt ez a magas dússág nagyon kifizetődő egy sikálásnál. Tehát olyan érzésem volt, hogy mintha egyszerre két gitár szólna, vagy mintha már lenne rajta valamilyen effekt. Én azt gondolom, hogy akkordozáshoz talán ez alkalmasabb. Egyébként meg az én személyes bronz versus phosphor bronz dilemmám továbbra is döntetlen. A gitáros ez egy veszélyes állatfaj. Oké, és végül azt teszteljük, hogy milyen nexusban vagyunk a Nexus húrkészlettel. Ez a Rotosound-nak a Long Life hosszan frissított eszembe a tejekről. Mi ez? Tartós. Oké. Na, akkor még egyszer. És végül azt teszteljük le, hogy milyen Nexusban vagyunk a Nexus húrkészlettel, ami a Rotosound-nak a... El fogom röhögni, ez nem fog menni, ez a hosszabb friss... Rotosound tartós teje, oké. Hát végül vizsgáljuk meg azt, hogy milyen Nexusban vagyunk a Nexus húrkészlettel, ami lényegében a Rotosound-nak a tartós teje, a hosszú ideig tartó Long Life szériája. Ez ugye mindig egy dilemma a gitárosok között, hogy mit áldozunk be annak érdekében, hogy ilyen hosszú élettartamú húrkészlet legyen. Hát ez mindjárt kiderül. Ugye a tartós húrnál az a kérdés, hogy nem az a kérdés, hogy jó-e, mert tök jó, hanem az, hogy milyen kompromisszum jár. És az első benyomások igazából Nekem az jön le most így elsőre, hogy ami mondjuk a sima bronzhúrból hiányzott, ott egy picit itt fel van csavarva a magas, viszont a phosphor bronznak ez a túlságosan erős csilingelése hiányzik. Tehát, hogy szerintem valahol a kettő között van tartományban. És mint a legtöbb ilyen tartós húrnál valahogy itt is megvan az a kompresszált érzés, mint hogyha már maszterelve lenne a gitár, és ezek a kis dinamikai vadhajtások nem annyira hallhatóak. Nekem ez mindenképpen szimpi.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kompromisszum arra nézve, hogy ha az ember nem gyakran húroz gitárt, ez egy tök tiszta húr, hamar beáll, és azt gondolom, hogy tudja mindazt, amit az eddig kipróbált húrok tudnak. Tehát, és ez azt gondolom, hogy tud előnyös is lenni, tehát talán egy picit küzdősebb, és nem annyira adják magukat a hangok, mint a másik két húrkészletnél, de ez megszokás kérdése, ahogy egyébként mindenféle húr használat már önmagában megszokás kérdése. Aztán még fontos, hogyha az ember húrt keres, aztán fontos megjegyezni, hogy egy jól megválasztott húrkészlet nagyon tudja emelni az adott hangszert. Mondok egy példát, nekem van egy mahagóni hátú gitárom, aminek eléggé tompa, igazából nem egy jó gitár, egy oké gitár, de nem egy ilyen nagyon csúcskategóriás hangszer, és ott például kifejezetten jól működik az, hogy egy élesebb, csilingelőbb húrt használok rajta, egy vékonyabb húrt, és abszolút felemeli, ami a gitárnak az építésében a hiányosság, azt a húr ki tudja pótolni. És ugyanígy, hogyha ha van egy olyan gitár, ami mondjuk túl sokan magas, akkor lehet, hogy érdemes egy sima bronzhúrt rárakni. És ami szerintem meg mostanában az élethelyzetben adott, az ezek a tartós húrok egyre jobbak és egyre megbízhatóbbak.